sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a mai műfűes pálya névadó ünnepségünkön. Tisztelt vendégek, sportolók, sportvezetők, kedves Palókai család, szeretettel köszöntöm Önöket én is a mai ünnepi alkalmon. Ismét van egy olyan család, a Palókaiak, akik létövérte sportjáért nagyon sokat tettek, és ez hálát érdemel. Palókai Mihály. Úgy gondolom, azt mondom, hogy zseni, akkor nem vagyok elfogult vele. 78-ban kezdett focizni Létámizsi, edzői Kelemen Sándor, Toma László, Nagy Lajos és az apukája Palókai Mihály. Nagy tehetségnek tűnt akkor is, utána is. 2 évig volt nálunk, 70-70 gólt rúgott a Serdülővel, 2 bajnoki cím, és innen igazolt a DMVSZ-be, ahol edzője volt Hegedűs Gavi bátya. Megjárt minden korosztályos válogatottat. Azt is tudom, hogy 86-ban kint voltak, és a Barcelonát 4-0 verték meg, ahol Misi nagy király volt. 96 után került a Honvéd csapatához, ahol Török és Bicskei voltak az edzői. 97-től 99-ig volt Szombathelyen, Mihalesz Dajka edzőkkel, aztán 99-ben Pécsre ment, ahol Gerazolival játszott együtt, ami nem kis dolog, úgy gondolom. Aztán 2000-ben megtért, visszajött szülővárosába Létavértesre. Megye 1, bajnokság, aztán 2 év NB3, ahol gólkirály lett. És 2003-tól Hosszúpályi és Kaván játszott, ahol jelenleg is él Kaván, ahol edző. Összegezve Misit, 118 NB1-es mérkőzés, 26 gól, többszörös ifjúsági és utánpótlás válogatott, ahol Kriskin Elemér és Bicskei Bertalan volt a edzője a válogatottban. Én nem is gondoltam erre, hogy egyszer mi itt ülünk a díszasztal mellett, asztal mögött, hogy rólunk egy ilyen pálya elnevezve lesz. Tehát mi esett az eső, nem volt baj, esett a hó, nem volt baj, ha hideg volt, nem volt baj. Tehát tényleg a futballt szerettük, mi csináltuk. Most, ahol ülünk, annó a 70-es években, itt egy, úgy hívtok ezt, grund. Mert nekünk ez volt a grund, mi ide jártunk le, télen korcsolyáztunk, 5 percig utána futballoztunk a jégen. Én minden edzőnek szeretném megköszönni, ha nem vagytok ti, én is lennék most itt. Úgyhogy köszönöm az önkormányzatnak, Karcsinaiknak, Árva Barnáiknak, az egyesületnek, ahogy elmondta, a szívem az itt van. Köszönöm. Plókai Attila. Attila 1980-ban kezdte el Létavértesen a serdülőséget. Előtte hamisan játszott, mert olyan fiatal volt, hogy nem tudott kapni a serdülőbe könyvet, de már akkor is játszott, úgyhogy a felépítése, meg a tudása már akkor is megvolt neki. Neki is az edzője ugyanaz a 4 ember volt, Kelemen Sándor, Toma László, Nagy Lajos és édesapja. Ő 83-ban került el tőlünk, DMVSZ-be, végig járt minden korosztályt, kezdte Gócs Lajos bácsival, Palócai Sándor, Hegedűs Gábor, Komlós Imre bácsi, akit nagyon tisztelünk. És 1987-ben Puskás doktor Lajos hívta fel az NB1-es csapathoz 17 évesen. Utána Temesvári Miklós, Szabó Béla, Jenei Imre, Nagykapos Élemért nevelte. És 91-ben távozott a Honvéd csapatából, Mezé György kérésére 10 évet töltött el a Honvédban, ahol bajnoki arany, ezüst, bronz, Magyar Kupa győzelem. 2001-ben visszakerült a DVSZ-hez, ahol edzője volt Dajka László. Elment Álmai csapatába 2002-ben a Vasashoz. Innen Pápára igazolt, ahol Pinyő volt az edzője, Pintér Attila. És 2003-ban nem tudott elszakadni a Vasastól, ahol Vancsamiki visszahívta, és 2003-tól újra a Vasasba szerepelt, ahol edzője Egelvári Sándor volt. Összegezve Attilát,
374 NB1-es meccs, 46 gól, és 7-szeres magyar válogatott. Tisztelettel köszöntelek benneteket, önöket. Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy egy ilyen dolog megtörténik itt. Azért az nem mindenki mondhatja el magáról, hogy valamit elneveznek róla, még életében. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan tényleg eljöttek, ismerősök, a családunk, családtagjaim. Sok emberrel én együtt játszottam, szinte Misi is. Nekünk a szüleink itt vannak, az a korosztály, a mi szüleink együtt nőttek fel, az ő gyerekei mi velünk nőttek fel, itt elkezdtünk játszani a serdülőbe, tovább kerültünk. Kis szerencsé, nekünk szerencsé, úgy azt látom, hogy szerencse volt, most tehetség ide, tehetség oda, a foci a szerencse is kell. Hát meg egy kis munka. Azért az, hogy valamire vitte az ember, kell egy kis szorgalom, kell egy kis tudás, de kell mellé másik 11 néhány ember. Kell mellé edző, kell mellé gyúró, hogy aki valaha is valamit tett, értünk, annak nagyon szépen köszönjük. Ezt a pályát remélem itt sok olyan kis gyerek esetleg fölnevelődhet, aki viszi valamire még. Talán ez belőle válogatott, de ha csak a focit szereti, vagy a mozgást, már az is jó. És ezen a pályán, ilyen körülmények között ott tud lenni.